Hát azért jöttünk ide, hogy ezt az üzenetet bemutassuk, mert ugye azt elfogadhatatlannak tartjuk, hogy magyarokat nem alkalmaznak itt Magyarországon, és nagyon rossz az az irány, hogy a magyar dolgozókat vendégmunkásokra cserélik. Köszöntök mindenkit a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének következő videójában. Itt vagyunk Kaposváron, és tavaly is jártam már itt ebben a városban, akkor a Kométa húsüzem igazgatója többek között a videó elkészülte után megfenyegette a Mi Hazánk Mozgalmat, hogy feljelent minket rágalmazásért, mert azt állítottuk, hogy sok a vendégmunkás, amelyeket ők alkalmaznak. Nos, aztán ez fenyegetőzés volt csak, nem tette meg, és azóta is én úgy tudom, hogy sajnos sok a vendégmunkás a Kométánál, de már nem csak ennél a cégnél szaporodtak el a vendégmunkások, hanem itt látható a hátam mögött egy török üveggyár, amelynek az a sajátossága, hogy már a felépítését sem a magyarok fogják végezni, ugyanis ez még építkezési szakaszban van. Tehát itt is beigazolódik az, amit már régóta mond a Mi Hazánk Mozgalom, hogy magyar földön a magyar kormány sok milliárdos támogatásából majd a profitot kivéve használják ki gyakorlatilag a magyar földet, és a magyar állam, a magyar nemzetgazdaság, a magyar emberek semmit nem profitálnak ebből az egészből. A globális nagytőke érdekében a magyar kormány tágra nyitotta a harmadik világból érkező olcsó vendégmunkások előtt az ország kapuit, ennek következtében 100 000-ével vándorolnak ki nyugatra a magyar fiatalok, a magyar dolgozók, és így fönnáll az a veszély, hogy Nyugat-Európa sorsára jutunk, mert egyfajta lakosságcsere bontakozik ki itt a szemünk előtt. Itt áll mellettem Erdélyi Ákos, a Mi Hazánk képviselőjelöltje, az önkormányzati választásokon fogsz indulni. Mi most itt a helyzet Kaposváron? Hogy látják az emberek, milyen esélyekre számítotok? Az önkormányzati választáson úgy érzem, hogy nagyon jól felépítettük magunkat, és ezre közrejátszik az is, hogy egyedül mi foglalkozunk a magyar munkást érintő témákkal, mint például a vendégmunkás krízissel is. A városban is egyre többen tapasztalhatják azt, akik például a főtéren vagy a csomópontok közelében járnak, hogy a múltkor készített riportunk nála a Kométába járó vendégmunkások, azok észrevehetőek az úton, és lehet látni, hogy haladnak a városban mindenfelé. És most itt a Sziszecsamnál is azt látjuk, a török üveggyárnál, hogy török vendégmunkásokat alkalmaznak az építéshez, és Szita Károlynak az volt az ígérete, hogy először majd itt a környékbeliekkel lesz föltöltve a munkaerő, viszont azzal ez ellentmond, hogy ő közben azt is állította, hogy közel járunk a teljes foglalkoztatottsághoz. És mind tudjuk ugye, hogy azért 1200 munkahelyet teremteni egy közel teljes foglalkoztatottságnál az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy már elkönyvelhető, hogy vendégmunkások fognak itt dolgozni, és ez látható is sajnos. Jó, szerintem akkor nézzük meg közelebbről, rendben, hogy mi folyik itt. Jó napot kívánok! Tudunk valamiben segíteni esetleg? Jó napot, Lantos Jánosra. Hát vendégmunkásokról készítünk videót, de meg is tudjuk mutatni, hogy mi az üzenetünk. Egy perc az egész, így egyszerűbb szerintem. És akkor utána tudunk beszélgetni, gyere Ákos. Hát azért jöttünk ide, hogy ezt az üzenetet bemutassuk. Mert ugye azt elfogadhatatlannak tartjuk, hogy magyarokat nem alkalmaznak itt Magyarországon, és nagyon rossz az az irány, hogy a magyar dolgozókat vendégmunkásokra cserélik. Értem, de arra kellene valami engedély. Hát az engedély, gondoltam, hogy jön ilyen kérdés, sok magyar ember hatalmazott fel minket arra, hogy képviseljük az érdekeiket. Én tudtam velem egyébként nyilván, hogyha ilyen jogi technikai részébe belemegyünk, ez itt egy közterület. Aztán ezen elvitatkozhatunk, hogyha nem, ha esetleg nem az, akkor is vállaljuk a felelősséget azért, mert ezt az üzenetet úgy gondoltuk, hogy itt mindenképpen be kell mutatnunk. Nem önök szóltak beredőséget? Nem, hanem miattunk szóltak.
Jó napot kívánok! Ide forgatunk egy videót, nem csak itt ezen a helyszínen, hogy Kaposvár szerte keresünk itt, és akkor ugye azt mondtam, hogy inkább bemutattunk egy molinót, mert végül is azon van a fő üzenetünk, hogy vendégmunkások helyett megbecsülést akarunk a magyar dolgozóknak. Nos, amint az előző felvételeken az látszódott, a török üveggyár előtt kifeszítettünk egy molinót, amikor kijöttek érdeklődni, hogy mit akarunk, úgy gondoltam egy spontán ötlettől vezérelve, hogy akkor megmutatjuk nekik a molinónkat, amelyen az állt, hogy vendégmunkás helyett megbecsülést a magyar dolgozónak. Erre az volt a reakciójuk, hogy rendőrt hívtak ránk, kijöttek a rendőrök, akik igazoltattak minket. Természetesen az ilyen eszközökkel nem lehet minket meghátrálásra késztetni, tovább fogjuk folytatni a küzdelmünket a magyar dolgozó védelmében, és most már egy másik helyszínre jöttünk el, ami nem messze van a török üveggyártól, itt épül a hátam mögött egy kínai gyár, és amint látható a táblán, semmiféle magyar felirat nincsen rajta, úgyhogy ez is arra ösztökél minket, hogy folytassuk a munkánkat, amelynek a végcéljában egy olyan ország áll, amely a magyar dolgozó erkölcsi és anyagi megbecsülésére épít. Haza kell hívni a Nyugat-Európában dolgozó sok százezer magyart, mert olyan körülményeket akarunk teremteni számunkra, amelyek vonzó, tisztességes fizetéseket és jó munkakörülményeket valósítanak meg. Ezzel párhuzamosan viszont azt mondja a Mi Hazánk mozgalom, hogy az itt dolgozó harmadik világbéli vendégmunkásokat haza kell küldeni. Itt vagyunk Kaposváron, a Kinizsi lakótelepen, itt áll mellettem Tünde helyi lakos, köszöntelek. Szia. És téged kérdeznélek, hogy mik itt a tapasztalatok, úgy hallottuk, hogy vendégmunkások vannak itt a közelben elszállásolva, egyáltalán mit szóltok hozzá, mit tapasztaltok? Részemről már eleve ott felháborító, hogy ahhoz, hogy ők ide jöhessenek, ahhoz azért ez egy évek óta tartó folyamat volt, hogy a mi fiainkat szó szerint elüldözték, ellehetetlenítették itt. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy ezeknek helyet csináljanak, ahhoz a magyar fiatalokat innen már régen kitessékelték. Hogy mit tapasztalunk? Nyilván a más kultúra, ami nem igazán illik hozzá a mi megszokott életünkhöz, mondjuk nem illik hozzá, hogy itt éjszaka játszanak a játszótéren, hogy a beton falakkal visszaverődő hang mindenkit zavar. Nem igazán illik hozzá, hogy éjszaka jönnek, mennek. Én jövök-megyek, mert a kutyáimat éjszaka sétáltatom, tehát azért elég sok mindent látok. Most ti nem fogjátok látni, mert választások előtt mindig minden szép és jó. Én úgy hallottam, hogy nem is nagyon járkálhatnak most ki, de amúgy egyébként itt szoktak héderelni, ezen a játszótéren, fölötte a padon, már reggel 6-kor, vagy még reggel 6-kor ott isznak, ott zajonganak, ott hangoskodnak. Maga az az egész, hogy a mi kultúránkhoz azért én úgy gondolom, hogy aki ide jön, annak kellene igazodnia. Nem nekünk kell ahhoz igazodni, hogy ők történetesen hárman is elfoglalják a Kisfaludi utcát, mert házi köntösbe és papucsba éjjel mennek a akárhova, amúgy az éjjel-nappaliba, de éppen ahova a kedvük támad. Szóval én azt gondolom, hogy akkor, amikor a mi gyerekeinket éjszaka megbüntetik azért, mert mondjuk nem a kijelölt gyalogátkelő helyet használják az amúgy teljesen üres forgalom nélküli utcán, akkor nekik sem érdemes ott közlekedni például. De azért, hogyha csak egy ilyen blöd dolgot veszek alapul, hogy ha nekem azzal a két testőrrel az oldalamon képesek... Mert mint a kutyákra gondolsz. A kutyákra itt, gondolok, igen. Mielőtt valaki félreérteni. Igen, a két gyönyörűségemre gondolok. Hogyha képesek köszöngetve ismerkedést produkálni, gyakorolni, akkor egy fiatal, csinos, éppen buliba idegvő leánynak, akkor mennyire mernek beszólni, vagy mennyire nem mernek beszólni. Tudok olyan anyukát mondani, aki innen fönt a dombról odáig le nem engedi se föl, se le a nagylányát, mert félti attól a zajongoktól, hangosan kommunikáló, kiabáló, italozó. Nyilvánvalóan akkor nem igaz, amit szoktak mondani akár a kormány részéről, hogy olyan helyre helyezik el a vendégmunkásokat, mármint a szállásokat, ami nincs közel lakott területhez. Hát itt szét lehet nézni, hát ez egy lakott terület. Egy másik kérdés még, ugye ez itt a közbiztonsági része volt, van ennek az egésznek egy olyan vetülete, hogy milyen hatással van ez itt akár a helyi fiatalok munkalehetőségeire,
mert nyilván arról is rengeteg információ van, hogy magyarokat elküldenek olyan helyekről, ahova vendégmunkásokat akarnak hozni. Itt van Kaposváron olyan gyár, amelynek már a felépítését sem magyarok végzik. Tehát így összességében így a magyar munkavállalók életlehetőségeire szerinted ez milyen hatással van? Meg tudom erősíteni, amit mondtál, és amit az elején mondtam, azt tudom alátámasztani, hogy itt évek óta zajlott az a folyamat, hogy a mi fiainkat teljesen ellehetetlenítették. Nagyon sokan vannak külföldön, azért, mert itt sem munkalehetőség, vagy pedig, hogyha ha munkát találtak, akkor olyan bérér, amiből nyilvánvalóan nem lehetett megélni. De hát majdhogy nem egyértelmű, hogy valamerre ők is távoztak azért, hogy a megélhetésük biztosított legyen. Most ezek az emberek, akiket idehoztak helyettük, ahogy én hallottam, jóval olcsóbb pénzért, viszont nyilván jóval kevesebb tudással, személyes tapasztalatom, amit el tudok erről mondani, hogy itt közmunka keretében végezték valamikor a zöld területeknek a takarítását, a tisztítását, rendbetételét. Most ezeket az embereket hozták, és ki mit tudom, lehet, hogy nagyon jó győztes pantomim játékot mutatott volna be az úri ember, aki elmagyarázta nekik, hogy hogyan és mit kell csinálni, mert egy szót nem beszéltek magyarul, tehát gyakorlatilag lejátszotta neki, hogy na mit is várt tőle, és mit is kellene dolgozni. Hát az ember erre nem tudja, hogy most akkor ez mennyire szánalmas, hogy sírjon, vagy ne lesen rajta. És akkor még egy kérdésem lenne, mert itt videón kívül beszélgettünk erről, és ugye én is mondtam, hogy a kormány azt állítja, hogy a vendégmunkások számára nem adott a családegyesítés lehetősége, tehát nem hozhatják magukkal a családtagjaikat. Ennek ellenére te azt mondtad nekem, hogy itt a környéken, mintha ennek ellentmondó információkat kaptál volna, vagy láttál is volna saját szemeddel. Így van, saját szememmel látom, hogy férfiak és nők egyaránt vannak, és nyilván én nem tudom megmondani, hogy ők férj-feleség, de hogy egyértelműen összetartozva közlekednek, az nyilvánvaló. Tehát most teljes természetességgel az életrendje szerint esetleg utódlás is adódhat, akik már itt fognak születni. Hát innentől kezdve viszont mindegy is, hogy mondjuk Ázsiából hozta a családját, vagy mondjuk ide házasul be, mert akkor így is úgy is itt marad, és akkor ugye vendégmunkás szónál a vendéget ki is vehetjük belőle, és nem vendég, hanem itt marad. Így van. És úgy tudom, hogy van itt Kaposvár környékén egy kastélyszálló, ahol szintén megjelentek a vendégmunkások. Erről mit tudnál mondani? Igen, erről is első kézből tudok beszélni, ez a szarkavári kastélyszálló, amiről beszélünk. Egy nagyon szép, csendes, nyugodt környezet, azért tudom így, mert nekem ott van mellette a hétvégi birtokom, ami eddig határozottan egy kényelmes, egy csendes terület volt. Na most a jó ideje elég hangos zenéket és elég hangos emberi hangokat lehet hallani, akár éjszakában, hajnalban nyúlóan is. Itt áll mellettem Borondics Barnabás, a Mi Hazánk Mozgalom kaposvári polgármesteri jelöltje. Ugye ti itt nagy erőkkel készültök az önkormányzati választásokra, mi pedig itt tájékozottunk a vendégmunkás helyzetről, és sajnos azt kellett látnunk, hogy egyre inkább szorítják ki a magyar munkavállalókat. Itt helyben ti ezt hogyan látjátok, és milyen programmal készültök, hogy a magyar embereknek a sorsát tudjátok javítani? Szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát igen, itt a városban egyre többen és egyre többször látjuk, hogy tele van minden bevásárlóközpont, az utak, a játszóterek idegenekkel. Hát filippinok, pakisztániak, talán tájföldiek, és hát aggaszt ez bennünket, mert eleve itt Kaposváron a bérek azok nagyon alacsonyak. Tehát itt van több összeszerelő üzem, gyár, ahol szalagmunka folyik, három műszakban, 12 órában, hétvégén. Így is nagyon rosszul keresnek, hát ha ezek a vendégmunkások ide települnek, és ők átveszik a kaposváriak és a környékiek helyét, akkor úgy gondoljuk, hogy ezek a bérek még lejjebb fognak menni, és nem is tudjuk, hogy a helyi embereknek milyen megoldást tudunk kínálni, csak azt, hogy őket nem szabad beengedni.
Sok sikert szeretnék kívánni nektek itt a helyi kampányhoz is, és én is nagyon bízom benne, hogy itt Kaposváron is egy kimagasló eredményt tud elérni a Mi Hazánk mozgalom. És még annyit szeretnék elmondani, hogy ugye június 9-én nem csak önkormányzati választásokat tartanak Magyarországon, hanem Európa parlamenti választásokat is, és a június 9-i EP választásnak van egy olyan vetülete is, hogy látni kell azt is, hogy a vendégmunkás kérdés, a vendégmunkás probléma egy összeurópai probléma. Beszéltem már arról többször, hogy a 60-as, 70-es években például Németországban több százezer török vendégmunkás érkezett, akik nem mentek haza, és ma úgy néz ki Németország, hogy lakosságának 30% a migrációs hátterű, és arról is beszélni kell, hogy a térségben, Kelet-Közép-Európában is áramlanak be a vendégmunkások, tehát látható, hogy ez egy összeurópai probléma, ami összeurópai megoldást kíván. Ezért építi a Mi Hazánk mozgalom Németországtól kezdve Bulgárián át, szerte a kontinensen azt a nemzeti szövetséget, amely megállt akar parancsolni ennek a vendégmunkás áradatnak. Tehát a magyar dolgozó, a kaposvári dolgozó érdeke is az, hogy a Mi Hazánk mozgalom minél több képviselőt be tudjon juttatni az Európa Parlamentbe, és szerte Európában ezek a nemzeti szuverenista erők is még több képviselőt tudjanak bejuttatni, és így tudjuk európai szinten megállt parancsolni ennek a folyamatnak, amely szülőföldünk védelmét veszélyezteti, ugyanis ez egy lakosság cserét jelentene. Úgyhogy innen erről a helyről is arra kérünk mindenkit, arra buzdítunk mindenkit, hogy itt Kaposváron is szavazzanak a Mi Hazánk jelöltjeire, és szavazzanak a Mi Hazánk EP listájára is majd június 9-én.